Filippi levélnek az első fejezetének az utolsó tanítása következik. Röviden vagy hosszan még nem tudom. Minden esetre bízom abban, hogy mindaz előkerül belőle, amit Isten azt gondolom, hogy belerakott. Ez igazából kettő darab igevers, és nem kell meglepődni azon, hogy kettő darab igeversen ilyen sokat fogunk időzni, mert hát ugye csatlakozik hozzá egy csomó minden más is. Tehát ez a hát három igevers, a harmadikat nem nagyon fogjuk részletezni, mert ez egy ilyen történelmi helyzet, 28-29-es vers, tehát Filippi első fejezet 28-29. És meg nem félemledvén, mondanánk ma, semminben az ellenség előtt, ami azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van. Mert néktek adatott a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Hálát adhatunk Istennek, mi mielőtt felolvasnám a szó szerinti fordítását ennek a szakasznak. Hálát adhatunk Istennek azért, hogy nem kell egyelőre szenvedni Krisztusért, mert akármennyire is látni fogjuk az igében, hogy végeredményben áldás, hosszabb távon áldás Krisztusért szenvedni, azért mégsem kellemes itt a jelen időben. De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nagyon sokan szenvednek Krisztusért, és pedig nem csak rágalmakat, és nem csak karaktergyilkosságot, hogy úgy mondjam, hanem bizony fizikai atrocitásokat is kénytelenek elszenvedni Krisztusért, Krisztus kedvéért, az evangéliumért, és hát tudjuk, hogy ez az utolsó időszaknak egy jellemzője lesz, legalábbis ami a jelenések könyvében van, ott ugye, meg amit Jézus a Máté 24-ben és a szinoptikusokban mond, azt a jövőképet vetíti elénk, hogy bizony az utolsó időben sokan fognak Krisztus nevéért szenvedni. Viszont nem ezt szeretném ebből a szakaszból kiemelni, hanem néhány egyéb gondolatot először. Tehát semmiben ne ijedjetek meg, vagy ne rettenjetek meg a ti ellenségetitek miatt, most mondom egy kicsit szó szerinti fordításban, ami nekik, tehát az ellenségeiteknek nyilvánvaló jele a veszedelemnek, a veszésnek, nektek azonban az üdvösségé, ami Istentől van. Egészen pontosan így szól ez a dolog. Tehát gyakorlatilag ez az első mondat, ha tetszik így mondani, azt jelenti, hogy amennyiben téged üldöztetés ér Krisztusért, vagy az evangéliumért, az két dolognak nyilvánvaló jele. Az egyik sajnos azoknak a veszte, akik téged üldöznek. Tehát ha meg nem tér, aki az evangéliumot üldözi, vagy téged üldöz az evangélium miatt, Krisztus miatt, Isten igazsága miatt, az nyilvánvaló jele annak, hogy ez az illető a tűznek tavában fogja végezni. Ezt jelenti ez a szöveg. Ez egy nagyon csúnya dolog. Ugyanez nyilvánvaló jele a te üdvösségednek, a te megmenekülésednek, ami Istentől van. Ebben a pillanatban, ebben a kontextusban már is értjük azt, hogy Jézus miért mondja azt, hogy imádkozzatok azért, akik kergetnek titeket, és áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, mert ilyen módon eleven szenet gyűjtötök az ő fejére. Ugye hát az Úr Jézus azt szeretné, hogy azok az emberek, akiknek a viselkedése most nyilvánvalóan azt jelzi, hogy vesztő helyre mennek, a veszedelem fiai, ugyanazt a szót használja itt a görög, mint a veszedelem fia. És a veszedelem fiát, ugye amikor erről tanítottam, akkor mondtam azt, hogy lehet úgy is fordítani, hogy a halál fia. És akire azt mondjuk, hogy a halál fia, az annak a sorsa eldőlt. Az már csak idő kérdése is el fog pusztulni. Tehát ez az ő esetükben a veszedelem, a veszés, az elveszésnek a nyilvánvaló jele. Neked pedig, a te életedben pedig hát nyilvánvaló az üdvösségnek, ami Istentől való, ezt hozzáteszi a Biblia, ez nem a te teljesítményed, az üdvösségnek a nyilvánvaló jele, de te Isten oldalán állsz. És hogyha olyannyira Isten oldalán állsz, hogy elszenveded
az üldöztetést, akkor az egy nyilvánvaló jele annak, hogy te tényleg az Isten oldalán állsz, és nem csak, tehát ez előtted is számodra is egy nyilvánvaló jel, hogy nem csak divatból követed Krisztust. Ez a mondat értelme, ez a mondatnak a jelentése. És néhány igét szeretnék hozzá toldogatni, itt mindjárt ehhez az első részhez. Az egyik a Máté 10.28. A Máté 10.28. Amely így szól, és ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában. Jó, hogy a gyerekek fülén ott van az a fejhallgató, és nem hallják ezt a szörnyűséges tanítást, de fölmerül a kérdés. Az azt mondja az Úr, hogy ne a testeteket féltsétek. Magyarán az üldöztetés az testi problémákkal, testi szenvedésekkel járhat. De a lelkedet, a szellemedet, azt nem pusztíthatja el. Viszont azt mondja, és ez egy kérdést vet föl majd számodra, hogy attól féljél, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a pokolban. Ki az? Mi az? Ugye ez itt a nagy kérdés. És a furcsa és megdöbbentő válasz rá az az, hogy Isten is és Sátán is beleillik ebbe a képbe. Isten is és Sátán is beleillik ebbe a képbe. Mindjárt látjuk a verseket, hogy ez miért is van. El fogunk menni az 1 Korintus 15:54-57-be. 1 Korintus 15:54-57. Ahol az utolsó a feltámadás utáni állapotot eszközözli Pál apostol. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, amely megvan írva, elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Na hát ezt az igéke szakaszt kéne megérteni, vagy legalábbis boncolgatni, hogy mit is jelent a vége, a 56-os igeverstől. Azt mondja, hogy a halál fullánkja a bűn. Tehát az a bizonyos elhalálozás, amiről itt beszél a Biblia, mind a testnek, mind pedig a szellemnek, vagy a léleknek a halála, az a bűn. Azt mondja, a bűnnek az ereje pedig a törvény. Miért is? Hát ugye azt mondja a Biblia, hogy Isten előtt a egyetlen test sem igazul meg a törvény által, mert a törvény ismerete miatt, vagy a törvény miatt van a bűn ismerete. Tehát a törvény az, ami definiálja, hogy mi bűn, mi nem. Most ez a törvény célja. Azt a két dolgot a törvény nem old meg, egyrészt a bűnt nem tudja eltörölni, nyilvánvaló. Kettő, a bűnös természetet nem tudja elvenni. És ez mind a kettő probléma. És aztán hozzáteszi Pál apostol, de hát hála legyen Istennek, aki adja nekünk a diadalmat az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Na ezt hogy értsük? Ugye? Hát, hogyha valaki ismeri a Róma levél 8. fejezetet, ugye, Róma, gyorsan elugrunk oda, mert hát ugye Pál írta ezt is, Pál írta azt is. Ugye a Róma 7. fejezetnek a vége az egy ilyen szörnyűséges dolog, ugye a 23-as vers ír a bűn természetéről a testben. De látok egy másik törvényt, tehát Róma 7.23. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, ugye az elmémmel megértem Isten törvényét, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely engem rabul áld a bűn törvényének, mely az én tagjaimban van. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Ugye, és a 25-ös versben ismét azt mondja, csak az első részét olvasom fel, 25a,
hálát adok Istennek a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ugyanazt mondja Pál apostol, mint a Korintusban, az 1 Korintus 15-57-ben, hogy de hála legyen Istennek, aki adja a győzedelmet nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ugye? Hála legyen Istennek, aki adja nekünk. Ez rezonál a Róma 8-al, Róma 8.1-jel, tehát hogyha összeolvasom a Róma 7.25-át, a Róma 8.1-jel, akkor értjük a hálaadást. Hálát adok Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, mert nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ugye? És Károliba belecsúszik ez a mondat, ami nincs a görögben, ugye? Hogy kik hogyan járnak. És a kettes vers azt mondja, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Vagyis az ószövetségi törvénynek attól az erejétől, ami engem kárhoztatni tud. Attól megszabadított mi? Az az állapot, hogy Jézus Krisztusban vagyok benne. Ugye? Tehát erről szól ez a gondolatmenet, ami itt az 1 Korintus 15.54-ben től 57-ig is van. De meg kell értenünk ezt az egészet, hogy miket állít itt az 1 Korintus 15-54-től 57-ig. Hát először is azt mondja, hogy a halál fullánkja a bűn. Tehát gyakorlatilag a halál úgy jön be, az, mert a fullánk mire való, ezt mindenki tudja, aki már találkozott darázssal, hogy a darázsban ott a méreg, de hát kit érdekel, amikor darázs ott ül a fán, ugye? Viszont a darázsnak van egy fullánkja, amivel ezt a mérget be tudja a testembe nyomni, tehát hatni tud rám ezzel a dologgal. Tehát azt mondja, hogy a halál fullánkja a bűn, tehát a bűn az, ami képes a halált becsempészni az életembe. Azt mondja. És ennek az ereje, a bűnnek az ereje pedig a törvénytől van. Hiszen a törvénytől tudom, mi a bűn. Ha nem lenne törvény, gyerekek, ha nem lenne törvény, nem lenne bűn. Ádámot irigylem rettenetes módon. Nem csak azért, mert nem kellett válogatni, a rengeteg jó nő közül egy volt neki, hanem azért, mert ugye kettő parancsolatnak kellett teljesítenie. Kettő parancsolatot, kettő törvény volt neki. Ugye? Az egyik az, hogy sokasodjál, szaporodjál, töltsél be a földet, a másik meg az, hogy csak egy fáról ne egyél. Ez a két parancsolat volt az életében, hát irigylésre méltó, nem is beszélve arról, hogy ott lakott a paradicsomban. Ajajaj. Oké? Tehát ő csak két törvényt szeghetett meg. Ja, de aztán a civilizációs ártalmak miatt lett egy csomó másik törvény, amit még meg lehet szegni. Oké? De akárhogy is, a törvényhozó ugyanaz, mint az igazán ítélő, az Isten. Ugye? Hiszen ő adta a törvényeket, és ő az, aki a törvénnyel összehasonlítja a cselekedeteket. És hát ez még mind semmi, itt még nincs baj, gyerekek, itt még sehol nincs baj, mert hiába van bűn, hiába van fullánk, hiába van törvény, hiába van, ez az egész mind hiába van, ha nincs, aki bűnt követel. Ugye? Hát, hogyha a törvény nem hálod át, akkor semmi nincs. Téged nem érint a dolog, de hát sajnos a bűnös, az pedig az ember, aki ezeket a bűnöket cselekszi. Oké? És hogy jön be ebbe a képbe a sátán? Hát úgy jön be, mindenki tudja, hogyha visszamegyünk mindjárt az Édenbe, akkor úgy jön be, hogy sátán appellál az ember testi természetére, ugye? Hogy Jakab azt mondja, hogy mindenkit von és édesget a tulajdon kívánsága. Tehát nem másnak a kívánsága fog engem bűnre vinni, oké? És nem a sátán kísértése fog engem bűnre vinni, hogy úgymond, hanem a saját kívánságom fog engem arra vinni, de sátán az, aki felhívja a figyelmet az én kívánságomra. És rajta tartja a tekintetemet. Ez a sátán kísértésének a lényege. Ez sátán munkájának a lényege. Ma is. Hogy a te szemedet rajta tartja a te kívánságodon. És megpróbál rávenni arra, hogy a kívánságodat istentelen módon éld ki. És erre van kiépítve a világi média gyakorlatilag, jószerivel. Tehát mindig olyan dolgokat hallasz, látsz, és arra próbálja sátán a figyelmedet rávinni, ami a te kívánságod, hogy te előtted állandóan azt pörögje. Miért? Mert mi lenne más, ami előtted állandóan pöröghetne? Például Isten akarata. Például bármi más kreatív tevékenység, például bármi, ami nem a te kívánságod.
Tehát egy csomó más dologra összpontosíthatnál, egy csomó más dologra összpontosíthatott volna Ádám is a kertben. Érdekes, nem? Nem tudom, mekkora volt Éden, de egy fa volt benne, amiről nem volt szabad enni. Biztos vagyok benne, nem kettő másik volt, amiről viszont szabad volt enni. Gondolom, ez egy nagy kert volt, tömérdek fával. Hogy nem? Tessék? Micsoda? Fügefa biztos volt ott benne, tehát igen. Tehát a lényeg az, hogy egy csomó más helyen járhatott volna Ádám. Egy csomó más helyen járkálhatott. Valamiért ott ő gyelektek a közül az egy fa körül. Oké? Okay? Kívánatos volt az a fa, tudjuk a Bibliában, kívánatos volt a szemnek, kívánatos volt a testnek, és a bölcsességért is kívánatos volt, de nézd meg! A probléma az volt, hogy Sátán erre összpontosította az ő tekintetüket. És ez nagyon jó dolog, hogyha ezt te tudod, mert akkor tudod azt, hogy nem a bűn az egyetlen lehetőség. Csak Sátán úgy állítja be a dolgokat, hogy te csak arra koncentrálj. Te csak arra figyeljél, a kívánságod arra legyen fókuszálva. Ez Sátán munkája. Ma is ez Sátán munkája. Oké? Okay? De hála Istennek a kegyelem, amiről az 57-es vers beszél, hogy a kegyelem az pedig Jézus Krisztus által adatott. Mi történik hát? Nagyon érdekes dolog. A zsidó 10:30-31-et, még ha felolvassuk, a zsidó 10:30-31, ez az, amit Sátán kihasznál veled szemben. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. Hát akkor most ki a rettenetes? Sátán vagy Isten? Természetesen Isten rettenetesebb, mint bárki, vagy bármi, mint ahogy Isten hatalmasabb, mint bárki, vagy bármi. De a probléma hogy zajlik? A probléma úgy zajlik, hogy neked van egy kívánságod, és arra összpontosítja a figyelmedet Sátán. Különben nem biztos, hogy arra összpontosulna, vagy különben te lennél annyira bölcs, hogy nem arra összpontosítasz. Aztán rájönnél magadtól, hogy abban a kertben van 23.497 darab másik fa, nem biztos, hogy elkörül az egyetlen körül kéne őgyelegni. Lehet, hogy inkább Évával kéne kicsit foglalkozni, hiszen a másik parancs az volt, hogy sokas, hogy szaporodj. Tehát sok minden más lehetett volna adott helyzetben tenni, nem, a fa körül őgyelegni. Sátán, tehát arra inspirál, hogy a kívánságod elöntse az elmédet. És gyakorlatilag rászűkülj erre az egy dologra. Aztán akkor a kívánság megfogamván bűnszül, és a bűn teljességre jutva halált nemsz, hogyan? Úgy, hogy Isten megítéli a bűnt, mert ő az igaz bíró. És itt na, majd látni fogjuk, hogy itt nagyon fontos lesz majd az embernek a választása. Jó? Mert hát Sátán kihasználja ezt a dolgot, de hát történt valami a történelemben, Sátánnal szemben, amit a zsidó 2:14-15 ír. Tehát a zsidó 2:14-15 ír. Jézusról írja, miszerint, mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a, most figyelj, halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mit jelent ez az ige? Azt jelenti ez az ige, hogy Sátánnak azt a fajta hatalmát, hogy amint meghalsz, az ő kezében vagy, mert visz téged, ahova ő akar, hiszen Isten jogos ítélete van rajtad, ezt a hatalmát azáltal, hogy Isten kegyelmezett és ezt az ítéletet Jézuson végrehajtotta, levette rólad. Tehát most már nem arról szól a történet, hogy Isten ítélete szerint jogosan vagy Sátán kezében, hanem Isten kiárat kegyelme miatt jogosan vagy Isten kezében. Oké? Okay? Ez egy óriási különbség, csak hogy ehhez kell az embernek a választása.
Ez egy nagyon fontos dolog, és hát ez a következő gondolat, amit majd látnunk kell. Tehát magyarán az, hogy Sátán hatalmát Isten megsemmisítette, hogy hatalma van a halálon, az automatikusan sajnos hát nem valósul meg. Ugyanis az ember az élete során választ, csatlakozik valamilyen csapathoz, csatlakozik valamilyen csoporthoz. Isten akkor is igaz, bíró, amikor a bűnei miatt valakit elítél, de akkor is igaz, bíró, hogyha valakinek kegyelmez. Hiszen a balhét elvitte Jézus. Csak az illetőnek kéne eldönteni, hogy melyik csapatba áll, melyik csoportnak lesz ő a része. Nézzünk meg egy érdekes történetet a Máté 28:2-6-ban. Ezt azért választottam, azt hiszem, mert az Úr akarta. Tehát Máté, mit mondtam? 28:2-6, ezt az igéverset még nem kerestem elő, úgyhogy most kénytelen vagyok én is itt keresgélni. Más 28:2-6. Nem tudom, melyik rosszabb, a elektronikus biblia, vagy a másik. Hát ímé nagy földindulás lőn, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és odamenvén elhengeríti a követ a sír szájáról, és rá csücsüle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való félelmükben megrettenének, és olyanokká lőnek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólítván mondá az asszonyoknak, most figyelj, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Hát és akkor folytatódik a történet, nincsen itt, mert feltámadt, stb. Tehát, de mi az a mondat, amit szeretnék itt kihangsúlyozni? Azt, hogy ti ne féljetek, mert a Jézust keresitek. Oké? Tehát itt nyilvánvalóvá válik két csoport ebben a pillanatban, már akkor, amikor még az üdvösség, ha tetszik így mondani, ki sem áradott, hiszen a Szent Szellem nem volt itt a Földön, bár az igaz, ne felejtsük el, hogy János leírja azt az atrocitást, ami érte a tanítványokat, hogy Jézus rájuk lehelt, és azt mondta, hogy vegyetek Szent Szellemet, ugye? Nyilván az atrocitást viccnek szántam, nyilván ők vettek Szent Szellemet, de minden esetre ezek a lányok keresték Jézust. Egy élet, most már egy jó 3,5 éve jártak Jézus útján, és most is őt keresték, és azt mondja az angyal, hogy nektek nem kell félni, ti a mieink vagytok. Ebben a csoportban vagytok tartozóak. Úgyhogy nektek nem kell félni. Miért nem kell félni? Hát azért, mert Jézus elvitte, ha tetszik így mondani, az Isten ítéletét, és aki Jézust keresi, annak nem kell félni. Ugye itt jön be a zsidó levélnek az a mondata, hogy akik a haláltól való félelem miatt egy életen át rabok voltak, miért? Nem a fizikai haláltól való félelem, hanem hogy mi jön utána? Hova megyek? Mi lesz velem? Ugye? Hát a párhuzamos ige, ami még ezzel kapcsolatos, az 1 Péter 3, 13-15. Jó? Keressük meg ezt is. 1 Péter, igen, 3, és 13-15. Kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha jónak követői lesztek? De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemtől pedig ne féljetek, s a zavarban essetek. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Miért? Azt mondja, hogy ti ne féljetek. Most az előbb elhangzott az, hogy ne féljetek, amikor a mennyből való angyal megérkezik, és mindenki be van ijedve borzalmasan, mert dicsőséges, hatalmas, ragyogó tekintete, mint a nap, stb. És mindenki össze van zúgysanva. Azt mondja, nektek nem kell félni ebben a helyzetben. De itt mit mond Péter? Amikor Sátánnak a szolgái tombolnak, akkor se féljetek. Akkor se féljetek, nektek nincs okotok arra a dologra, hogy Jézus azt mondta, hogy ne féljetek attól, aki a testet el tudja pusztítani. Mert nektek, a lelketek és a szellemetek jó helyen van. De mit jelent, még csak így zárójelben, mit jelent az a mondat, hogy szenteljétek meg az Istent a ti szívetekben?
Válasszátok-e? Megszentelni azt jelenti elválasztani. Mitől kell elválasztani? Soha egy pillanatra ne gondoljátok azt, hogy Istentől jön a ti üldöztetésetek. Soha egy pillanatra ne gondoljátok azt, hogy Isten előtt kellemes dolog, Istennek kedves dolog az, ha titeket üldöznek. Van egy érdekes vers, amit félre lehet így érteni, azt mondja Pál apostol, hogyha az igazság miatt, Péter apostol, hogyha az igazság miatt szenvedtek, ez kedves dolog Isten előtt. Nem az kedves dolog Isten előtt, hogy szenvedtek, hanem hogy az igazságban jártok. Olyannyira, hogy még a szenvedést is vállaljátok érte. Oké? Okay? Tehát nem az kedves Isten előtt, hogy szenvedni kell nektek az igazság miatt, hanem az kedves dolog Isten előtt, hogy ti annyira az igazság pártján vagytok, hogy az se számít nektek, ha szenvedtek miatta, akkor is az igazságban maradtok. De egy pillanatra se gondoljátok, hogy Isten az, aki miatt szenvedni kell, aki a szenvedéseketek okozója. Ettől válaszát Isten senkinek a szenvedésének nem okozója. Oké. Okay. Mi történik tehát? Az történik tehát, hogy Isten mindenképpen, még egyszer elhangzik ez a mondat, Isten mindenképpen igaz bíró. Akkor is igaz bíró, amikor valakit kárhoztat a bűnei miatt, de akkor is igaz bíró, ha valakit megítél és kegyelmez neki. De nem a cselekedetek miatt. Ez nagyon érdekes. Hanem amiatt, hogy az illető hol áll. Az illető hol van. Kinek a pártján van. Mert az illető tudva és akarva és szándékosan és semmi nem számít, de Isten pártján áll, az az igaz ember kategória. A következő érdekes vers, illetve vers csoport arra mutat rá, hogy igen, Isten megítéli az igaz embert is, de nem kárhoztatja őt. Ezért van az, hogy a haláltól nem kell félned. A haláltól nem kell félned. Itt van a Zsoltár 37:33, ezt többféleképpen lehet fordítani, de én szeretem azt a fajta fordítását, amit Károli is csinál, megkeressük a Károliban is, jó? 37:33, tehát Zsoltárok, azt mondja, csak egy töredékét használjuk ennek az igének most, ami egy nagyon súlyos igazság, akkor is csak, hogyha egy igének a töredéke. Tehát Zsoltárok 37:33b. Sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik. Ugye? Tehát az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik. Na most... A fordító közti dilemma abban áll, hogy ki ítéli meg, ki az, aki által megítéltetik. Most én az ilyen tatik-tetik dolgot mindig általában az ilyen szenvedőt úgy értelmezem, hogy Isten az, aki mögötte áll. Nem mögött a bármi mögött, ami tatik-tetik. Tehát most jelen esetben az ítélet mögött. De van, aki úgy fordítja, hogy ez egy földi ítélet, amikor Isten nem engedi kárhoztatni az igazat. Jó? Én szeretem a Károli fordítást, ez szerintem nagyon is helyes. Miről van szó? Isten megítél mindenkit. Ez világosan kiderül a Bibliából. Mindjárt olvassuk az igéket. De az igaz embert nem kárhoztatja. Még akkor sem, ha oka volna rá, mert az igaz ember kegyelmet kap Istennél. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen nem vagyunk jobbak senkinél, csak Istenhez ragaszkodunk, ez benne szép. Azt mondja, hogy Róma 14:10-12 mondja azt, hogy mindannyian megállunk majd a Krisztus ítélőszéke előtt. Mert megvan írva, amint én élek, mondja az Úr, minden térd nekem hajol meg, és minden nyelv Istennek fog vallani. Így hát mindannyian önmagunkról a számot adunk Istennek. Most nem a Károlit olvastam, bocsássatok meg, de a lényeg ez ugyanez. Tehát mindannyian Istennek adunk számot. Ezt mondja a Róma 14:10-12, hogy mindannyian megjelenünk a Krisztus ítélőszék előtt. És a 2 Korintus 5:10 hasonló dolgot mond, 2 Korintus 5:10 azt találja mondani, mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindannyian elvegyük azt, amit tettünk-e testben,
az szerint, amint cselekedtünk, akár jót, akár gonoszt, vagy akár rosszat. Akár jót, akár rosszat. Most itt a görög eredetikben van egy kis különbség, tehát a korábbi források szerint az akár jót, akár hiába valót szerepel. A későbbi görög alexandrinus, későbbi szövegekben a akár jót, akár rosszat. De hát ugye rosszért nem kap az ember utalmat, de a lényeg érdekes, hogy két ige versünk is van Pál apostolnak a tollából, egy a Róma levélből, egy a Korintusból, amiben határozottan azt állítja, hogy meg fogunk ítéltetni, meg fogunk jelenni Krisztus előtt, és ítéletet fogunk kapni. Ez egy érdekes dolog. De ugyanakkor a Korintus 3.13.15-ben, tehát az 1 Korintus 3, ezt megkeresem magyarul, tehát az 1 Korintus 3, 13, 15. Ben jön elő az a gondolat, amit a Zsoltárokban felolvastunk, hogy nem kárhoztatja őt, amikor megítéltetik. Nézd csak! Itt van az a pillanat, amikor kinek-kinek munkája nyilván lészen. Mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg. És hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Itt van a... Tessék? Hát igen, na most ezt ugye úgy kezdődik, hogy ha valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít Krisztusra, mint fundamentumra. Tehát itt egyértelmű, hogy 11-es versben, hogy senki más fundamentumot nem vethet, amely Jézus Krisztus. Tehát itt világos, hogy keresztényekről van szó ebben a szakaszban. Jó, mert abban a részből, amit felolvastam, abból ez nem volt világos, de két verssel előtte világos. Jó, hogy Krisztusban lévőkről van szó. Aztán ugye itt van a hasonlat az arany, ezüst, drága kő, ami mind értékes, és egyébként tűz által el nem pusztítható fém, illetve hát nem fém, hanem valamilyen kristályrács, ugye. Viszont a fa, széna, pozdorja, az mind elég a tűzben, és ugye mindegyik más értékű is, de hát mindegyiknek fűtőértéke van leginkább, tehát mindegyiké. De mit mondta, hogy az a nap tűzben jelenik meg? Vagyis azt mondja, hogy ha valaki nyilván az anyagi dolgokról beszél itt Pál, de most ebben nem akarok félremenni itt ebbe az irányba, de nyilván az anyagi dolgok megégnek, megéghetnek. Ha az anyagi dolgoknak nincs mögöttese, tehát ezüst, arany, drágakő, ami Isten előtt értékes, ugye a hitünket például tűzben megpróbált aranynak mondja az ige. Tehát, hogyha nincs mögötte valami, amit Isten át tud emelni amoda, és az anyagi dolgokat nem tudja, az anyagot nem tudja átemelni. De most érted, lehet, ez egy anyagi dolog, amit valakinek adtál, de ugye tudjuk jól, hogy Krisztusban mi az, ami számít a szeretet által munkálkodó akármi. Ott éppen a hitről beszél, hogy a szeretet által munkálkodó hit, tehát a szeretet által munkálkodó bármilyen cselekedet, az, ami Istenről számít. Tehát magyarán, hogyha nincs szeretet aspektusa annak az anyagi dolognak, ami történt a te életedben, akkor az megég. És ez nyilvánvalóvá válik tehát, hogy az ítélet ilyen szempont alapján fog történni, hogy bizony megég a munkája, de ő, tehát ő kárt van, de ő megmenekül. Mert miért? Mert az alapelv az, hogy az igaz embert Isten nem kárhoztatja, amikor megítéltetik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Még két ige vers kívánkozik ide, hogy ugye az ember részben Istenért szenvedhet, illetve ez az 1 Péter 2.20, addig odalapoztok, tehát részben Istenért szenvedhet, de természetesen a saját butasága miatt, vagy a saját bűne miatt is szenvedhet itt, ezen a földön. Péter erről beszél. És ezt az igét azért hozom elő, mert ez a bizonyos félreérthető ige. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul verve tűrtök. Nyilván ha vétkeztetek, akkor az jár érte. Oké?
De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Na, ezt szokták úgy érteni, hogy Isten előtt kedves, ha szenvedsz. Nem. Isten előtt az kedves, hogy az igazságban maradsz, még annak ellenére is, hogy szenvedsz. Még akkor se jössz ki az igazságban. Ez kedves dolog Isten előtt. Ez elfogadható dolog, ez kedves dolog Isten. Ez nagyon-nagyon nagy különbség, oké? Mert arra hivatottatok, menjünk egy picit tovább, mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett, érettetek. Néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Milyen értelemben? Szenvedni kell, ez a lényeg? Nem. Az igazságban megállni, mint Krisztus. És még akkor is, ha szenvedéssel jár. Ezt hagyta előtökbe. Oké? Tehát ez az ő nyomdoka. Hogy Krisztus az igazságban járt, ha tört, ha szakadt. Akármi történt. Oké? És itt látjuk azt, hogy bűnt nem cselekedett, ezt kell követni. Se a szájában álnokság nem találtatott, ezt kell követni. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És itt jön a kedvenc igénk, ugye, aki mi bűneinket maga vitte föl testében a fára, akinek sebeiben gyógyultatok meg. Ezt már mindenki ismeri, ezt az igét, dicsőség Istennek. De a lényeg az, hogy ami előtte van, az pedig nem azt jelenti, hogy Isten előtt kedves a szenvedés, Isten előtt kedves az, ha valaki az igazságban jár, annak ellenére, hogy ez szenvedést okoz neki, esetleg. Ha nem okoz neki szenvedést, akkor is Istennek tetszik, hogy valaki az igazságban jár, és erre adott példát Krisztus, pont. Oké. Okay. A másik ige, amit szerettem volna fölhozni, az az Abcsel 5.41, ami átvezet bennünket a következő és utolsó gondolatra. Amit nem is igazán értem, hogy miért fűztem ide ezt a gondolatot, de... Az apostolok, úgy látjuk, hogy az Abcsel 5.41-ben, Abcsel, és előre ugrunk a Filippibe igazából most majd ezzel az ige szakasszal, de nem baj. Tehát, Abcsel, ha megtalálnám, de jó lenne, pedig általában szoktam tudni, hol az Abcsel, csak annyira apró betűvel szedi ez a kis Biblia, hogy az csak na. Ők annak okáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevért gyalázattal illettessenek. Na hát ez kemény. Erre mit gondol az átlag keresztény? Mi a bánatnak lehet örülni azért, hogy valakit jó meghupáltak esetleg, vagy megfenyegettek esetleg, vagy meghurcoltak esetleg az igazságért? Hát két aspektusa van ennek az örömnek, ha eddig figyeltél, tudod az egyiket. Ez nyilvánvaló jele annak, hogy te üdvösségben vagy. Hogy annak ellenére, hogy szenvedésekkel jár, te kiállsz az igazság mellett, az Isten előtt nyilvánvaló jele bizonyos dolgoknak. Ugye? A másik pedig az, hogy a jövőben, a jövőre vonatkoztatva is van ennek egy nagyon fontos tulajdonsága, ennek az állapotnak, és pedig az, hogy ha vele együtt szenvedünk, vele együtt is fogunk megdicsőítetni. Hát ez a Filippi 3, ugye most a Filippi levélnek az elejében vagyunk, és egy picit előre ugrunk a Filippi 3-ba, van rá időnk még, ott van egy nagyon kontroverzális ige, ellentmondásos, amit nagyon... Sok fordítás elken, ha tetszik így mondani. Keressük meg azt a Filippi 3.10-et, jó? Tehát ugye a Filippi 1-ből most ugrunk a Filippi 3-ba, talán előjön a Filippi 3-ban is biztos. Előjön, de akkor már emlékeztek rá, hogy amikor nálatok voltam, megmondtam, címszóval fog előjönni, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valami módon eljuthatnék a holtak feltámadására. Most ezt a mondatot, hogyha kiragadtuk a görögből, és
magyarul, angolul, kínaiul, vagy bármely néven, nyelven, nevezett nyelven olvassuk, és nem pontos a fordítás, akkor egy nagyon döbbenetes dolgot látunk, ami Pál esetében azt jelenti, hogy ellentmond az összes eddigi tanításának. Tudnilik. Ha ezt így fordítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki eljusson a halottak közül való feltámadásra, ahhoz meg kell ismerni Jézust. Rendben is van. Okay. Meg kell ismerni az ő feltámadásának erejét. Hát, nagyon sok keresztény éli le az ő életét úgy, hogy nem ismeri meg a Krisztus feltámadásának erejét úgy igazán. Tehát a Krisztus ereje úgy nem üt át az életében. De ettől független üdvössége van az illetőnek. Részeseidvén az ő szenvedéseiben. Nagyon sok keresztény él úgy, hogy nem szenved az igazságért úgy igazán. Ugye? Tehát ha ez feltétele a halottak közül való feltámadásnak, hogy szenvedni kell Krisztusért, akkor megint csak nagyon sokan kiesnek a pakliból, de végképp kiesnek a pakliból nagyon sokan, akik természetes halált halnak, hiszen az utolsó feltétel, amit Pál állít, hasonlóvá lévén az ő halálához. Na, akkor ez most mit jelent? Hát azt jelenti, hogy mártír halált kell halni ahhoz, hogy az ember feltámadhasson, akkor régen rossz, nem? Akkor tömegek, szegény János apostol, amillető nem mártír halált halt, és akkor most ő hol van, ugye? Nem, nyilván ez nem ezt jelenti. Egy apróság kimaradt a görög fordításból. Pál apostol mindahányszor a feltámadásról beszél, Anasztáziát említ, most már tudjátok, az Anasztázia azt jelenti feltámadás. Bocsánat, de itt ebben az egy esetben az Anasztáziát megelőzi az ex szó. Ex szócska, ez egy előtag, ami az ék szócskának a párja, vagy annak megfelelő, annak a ugyanazt jelenti, csak itt nem ek Anasztázia van, hanem ex Anasztázia van, mert egybeirandó a dolog. Gondolom azért, én nem vagyok görög tudós, de például amikor a nagy nyomorúságból ír a Biblia, akkor is az ék szót használja, toltől, bolből az ék. Ék, thrypsleis, ék, tész, megalész, ugye mondja ott az ige. Itt pedig ék Anasztáziát mond, ami egy különleges feltámadása, a való utalás. Feltámadásból, vagy a feltámadáson túli feltámadás. Tehát, ha valaki Pált olvassa, akkor tudja a görögül, vagy egy-két angol fordítás ezt out resurrectionnek mondja egyéb iránt, tehát van egy-két jó fordítás, ami azt mondja Pál apostol itt ebben a versben, tehát mit jelent ez a mondat, azt jelenti, hogy megismerjem őt a feltámadásának az erejét, az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamilyen módon eljuthassak a halottak közül való erre a bizonyos különleges feltámadásra. Ez nem egy hétköznapi halottak közül való feltámadás, ez egy különleges feltámadás a halottak közül. És feltelted a kérdést, hogy Tibor, hogy merészelsz te egy egész teológiát építeni egyetlen görög szócskára, az ékszre? Hát nem egészen, hogyha egy kicsit arrébb olvassuk, itt mindjárt a 14-es vers azt mondja, hogy de egyet cselekszem azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát valami jutalom van azért, amire Pál igyekszik. Most már látjuk, mire igyekszik. Ő feltámadás ereje, szenvedésében való részvétel, hasonlóvá lenni az ő halálához, célegyenest igyekszik ennek a jutalmára. Tehát ez egy különleges jutalmat visz magával. De nem csak Pál beszél erről, hanem a Róma, illetve nem csak itt beszél róla Pál, illetve azt is mondhatjuk, hogy nem csak Pál beszél erről, most itt azt kell mondanom, hogy nem csak itt beszél róla Pál, hanem a Róma 8.17-ben is. Tehát a Róma 8.17-ben is, nézzük csak meg, Róma 8.17, amit már idéztem ugyan, de most felolvassuk, ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak,
ha együtt vele, ha vele együtt szenvedtünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Tehát a szenvedés úgy tűnik hozza, a vele együtt való szenvedés hoz egyfajta dicsőséget. Azért, hogy van görögben. Tehát, hogy vele szenvedjünk, azért, hogy vele együtt dicsőjünk meg. És ugyanez az azért, hogy jelenik meg, és akkor itt kell mondanom, hogy Pál ír erről máshol is még, vagy valaki más is ír erről, attól függően, hogy a zsidó levelet Pálnak vagy nem Pálnak tulajdonítjuk, de erről ír a zsidó 11.35. Zsidó 11.35. Ez aztán már nagyon-nagyon egyértelműnek fog látszani. Tehát zsidó 11.35. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték hajlottjaikat, és most jön a lényeg. Mások kimpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Hoppá. Tehát magyarán, itt aztán végképp világos az, hogyha valaki, hát most annak idején, amikor valaki kimpadra vonatott, akkor az nem biztos, hogy önmaga jött le róla. Ugye? Hát így lehúzták. Lényeg az, hogy egy becsesebb feltámadásról van szó, és ez látszik nagyon szépen a Jelenések 6.9.11-ben, és a Jelenések 20.4-ben, és ez lesz a két utolsó igevers mára, mielőtt még nagyon elmerülnénk a ókori kínzás technikákban. Tehát Jelenések 6.9-11, Jelenések könyve, ez viszonylag könnyű megtalálni, még akkor is, ha apró betűs. 6.9.11. Ugye Jelenések 6, ez a hét pecsét felbontásáról szól, és ez az ötödik pecsét. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédeiért és a bizonságtételért, amelyet kaptak. Tehát itt emberekről van szó, akik mártírok. Megölettek. Itt nincs kérdés, hogy a kínzás meddig ment. És kiálltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak? Hát ezek teljesen világos, ezek embereknek a lelkei, Isten előtt, földi embertársaik ölték meg őket, mártír halált haltak. Miért? Az Isten beszédéért és a náluk levő bizonságtételért, amit Isten adott neki. 11-es vers, akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Megdöbbentő szöveg, ugye? Meg kell öletniük. Tehát úgy tűnik, hogy van egyfajta ilyen érdekes helyzet, hogy bizonyos személyeknek meg kell öletni. Itt vége ennek a történetnek, mert jön egy hatodik pecsét, de hogy mi történik a megölöttekkel, az pedig visszatér rá Jelenések 20. Jó, ezt 4-től olvassuk. Jelenések 20. 4. Ez egy nagyon hosszú vers. Láték király székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és látám, tehát valakik előre voltak készítve ítélettételre, akik ezekre a királyi székekre leültek, így valamiféleképpen így kéne ezt fordítani. És látám azokat, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételért, és az Isten beszédéért. És akkor itt ebben a helyzetben már jönnek azok is, akik nem imádták a fenevadat, ugye? Tehát itt az előbbiekben még nem ölettek meg mindenki, csak utalás van, hogy egy csomónak még sajnos meg kell halni. Miért? Mert nem imádták a fenevadat, se annak képét, és nem vették fel annak bélyegét homlokakra és kezükre. És éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Hopp. Ez aztán nyilvánvaló,
hogy egy külön dicsőséges feltámadásnak a nyilvánvaló ígérete, hogy az ezer éves birodalomnak a fő uralkodói azok lesznek, akik mártírhalált haltak. Végig a történelem során, hiszen a jelenések elején, abban a bizonyos 6. fejezetben még nem jött el az az idő, hogy a fenevad itt volt a földön, és a bélyegét föl kellett, vagy nem kellett fölvenni, stb. Ez a történelem. Itt viszont már az idő annyira előre ment, hogy ezek is hozzák adódtak. Tehát meg tudjuk, hogy az 5. pecsétben kikre várnak. Itt a jelenések végén, hát ezekre a figurákra várnak. Na most ne gondold azt, hogy ugye a jelenések... Tehát nem kell azt gondolni, hogy senki más az ezer éves birodalom uralmában nem fog részt venni, csak akinek fejét vették a Krisztusért, vagy az Isten bizonyságtételéért, megölték bármilyen módon, mert hiszen nyilvánvaló a Bibliában, hogy aki győz, ugye? Aki győz. Tehát a jelenések könyvében ott van az a bizonyos 7 gyülekezet, és a 7 gyülekezetben vannak különféle gyülekezeti problémák, amik adódnak a körülményekből, illetve sokkal inkább adódnak azokból a dolgokból, amik a gyülekezeten belül vannak. És azt mondja a Biblia, hogy aki ezeken győzni képes, és akkor 3 gyülekezetnek megígéri, hogy a földön lévő uralkodásban részt vesznek. És nem látjuk a bizonyítékát annak, hogy ezekben a gyülekezetekben mindenképpen mártírhalált kellett halni annak, hogy győzzön. Érthető, ugye, amiről beszélek. Tehát magyarán a feltétele, ha tetszik így mondani, az uralkodásnak az ezer évesben, vagy a Krisztusra való uralkodásnak nem a mártírhalál, de a mártírhalál egy különleges feltámadást, egy különleges pozíciót fog, különleges jutalmat fog magával hozni, ami szintén ebből a Filippi levélből, a 3.11-ből derül ki. Így van. Igen, hát nem remélem, hogy sok kérdésre válasz került, és remélem, hogy sok tévtanítást eloszlattam. Dicsőség Istennek, hogyha sikerült, vagy nem sikerült, akkor is kérdésekre szívesen válaszolok. Majd megtesz a fóruma annak is, már itt motoszkál bennem, hogy ezek a tanítások még hogy fognak az interneten szerepelni, és akkor lehetőség lesz majd arra is, hogy az interneten keresztül is lehet kérdéseket feltenni. Mindenesetre itt ezen a ponton köszönöm a figyelmet.